Fogyatékkal élők sportszövetségének Magyarországi Szövetsége képviseletében Horváth István, az MLS elnökét kérdezem, hogy mi a célja, mi a feladata ebben a sportszövetségben. Az új sportszövetség január 1-én életbe lépett, új sporttörvény alapján jött létre, amelynek alapja a Magyar Olimpiai Bizottság, mint égcsatornás rendszerben a sportok koordinálása, támogatása és ellenőrzése. Ennek alapján a köztes szervezeteket 6 hónapon belül a törvény szerint meg kellett szüntetni, illetve új szervezeteket kellett létrehozni. Néhány hónapon belül a vakok és látássérültek, a mozgássérültek és a gyengén értelmi fogyatékosok egyetlen sportszövetséget hoztak létre, mely neve a Fogyatékkal Élők Sportszövetségének Magyarországi Szervezete. Ebben sajnos a hallássérült Magyarországi Sportszövetség nem tudott beintegrálódni a szigorú nemzetközi szabályok miatt, mivel előírja, hogy az új szövetségben a hallássérültek aránya meg kellett haladni az 50%-ot. Ezért, hogy a hallássérült szövetség, sportszövetség képviselve legyen ebbe az új sportszövetségbe, a hallássérült Magyarországi Sportszövetség engem jelölt ki, mint elnökségi tagot, hogy képviseljem az érdekeket. Siketek sportágai a hazai és a nemzetközi versenyeket támogatják-e? Természetesen az új szervezet minden olyan sportot és szakágot támogat, aki a Magyar Hallássérült Sportszervezetnek, Szövetségnek tagja, sportegyesületek és elfogadják az alapítókiratot, tagdíjat fizetnek, hát ennek vannak előfeltételei. Na most az új sporttörvény szerint egy csatornás lett a támogatás, mi is a MOB-tól kapjuk a támogatási pénzeket, költségvetést kell a MOB felé beterjesztenünk, elfogadják, és ezek után mi is a tagszervezeteinknek le tudjuk osztani a sportversenyekre a pénzeket, és ellenőrizzük azoknak a végrehajtását. Fontos, hogy január 1-től hallásspecifikum területén sportrendezvények, országos bajnokságot csak a hallássérült magyarországi sportszervezete írhat ki. Nemzetközi versenyeken is csak a mi ajánlásaink alapján vehetnek részt a sportolók. Az új sportszövetség hasonló a régihez, a FONESZ-hez? Nagyon fontos, hogy ebben az évben már több anyagi lehetőségünk van, mivel az elmúlt évben 9 millió forintból kellett gazdálkodnunk, az új szervezettel több mint 160 millió támogatást ad a más specifikum sportolók támogatására is. Tehát ebben van a hallássérült sportolók támogatása is. Súlyozottan feladatok tükrében hoztuk szét
a költségvetést, és megfelelő programmal, fejlesztéssel, sportfejlesztéssel, utánpótlás neveléssel, amit a szakágvezetők az elnökségnek benyújtanak, és azt ellenőrizzük, ezt ugyanúgy a Paralimpiai Bizottság is ellenőrzi, és legfőképpen a Magyar Olimpiai Bizottság. Fontos, hogy ez év januártól a bázis finanszírozás helyett versenyfinanszírozás lépett életbe, tehát ez véleményünk szerint a sportágak fejlesztését, fejlődését is elő fogja segíteni. Nagyon szépen köszönjük az információt.